Szabadrugás a Diósgyőrnek, 51. perc. Élesen belőtt labda, csúsztatás, 2-0. Felrobban a stadion. A második félidő elején megszerzi a második találatot a Diósgyőr. És ezzel nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül az Újpest. Kádár Tamást jelöljük gólszerzőnek, hát majd a lassítás után okosabbak leszünk. Nem látható egészen pontosan, hogy csúsztatott fejes volt, vagy inkább Kádárnak a hátán pattan meg a labda. Nem, gyönyörű csúsztatás. Kádár üresen maradt Tisza szabadrúgása után. És a hosszú sarokba, illetve a hosszú oldal, a kapu hosszú oldalába csúsztatott. Balajca itt teljesen esélytelen.